Most kiválasztottam egy újságot, nekem itt rá kéne tudnom kattintani a dokumentumokra, de nem tudok. Nem csak Demeter Márton egyetemi tanár, hanem további több tízezer magyarországi kutató is ezzel a problémával szembesül múlt péntek óta. Nem tudnak keresni a nemzetközi adatbázisban, ahol folyóiratokhoz, tudományos kutatásokhoz és adatokhoz lehet hozzáférni. A probléma az orvostudományok kivételével egyetemek, könyvtárak, múzeumok, kutatóhelyek tucatjait és a Magyar Tudományos Akadémiát is sújtja. A nemzetközi pályázatoknál mindig a nemzetközi publikációkat nézik. Ha ezek nem tudnak olyan ütembe készülni, ahogy egyébként kellene nekik, akkor ez rá fogja nyomni a bélyegét az elnyert pályázati pénzekre, illetve az egyetemi intézeti rangsorokra is. A hozzáférést azért tagadták meg, mert a kormány és a tudományos élet képviselőiből álló tárgyaló delegáció nem tudott megállapodni a világ egyik legnagyobb tudományos kiadójával, a holland Elsevier nevű vállalattal. A magyar stratégia az nagyon rossz annyiban, hogy ez az icipici periférikus ország semmiféle érdekérvényesítő képességgel nem rendelkezik önmagában. A kiadónak tavaly 5 millió eurót, vagyis több mint 1,5 milliárd forintot fizettek az adatbázisért. A magyar fél szerette volna, ha ebben az összegben idén az is benne van, hogy a magyar kutatók munkáit is megjelentessék. Ezt mondta híradónak a program vezetője. Az Elsevier kiadó a nagy eladók közül az egyetlen, aki nem akar ilyen szerződést kötni, illetve olyan ajánlatokat tett, amely egyértelműen hátrányos a magyar kutatói közösség számára. Mi pedig ragaszkodunk az új típusú megállapodáshoz. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal híradónkkal azt közölte, hogy a kormány idén a tavainál is többet, 1 milliárd 950 millió forint támogatást biztosít a program folytatásához. A holland céggel megpróbálnak februárban újra tárgyalni.